Sziasztok! Itt vagyok, Dabason, és hogy miért jöttem ide, azt már mindjárt mutatom, hogy nem ezért jöttem ide, de kaptam egy jó tippet, a ismerős tudtad, akihez eredetileg jöttem, hogy ezt érdemes megnézni, mert ez helyi nevezetesség, mindjárt meg is mutatom. Na ezt nézzétek, ez egy nagyon kivilágított ház, és ez még csak a hátulja, tehát majd mindjárt abba az utcába kell menni, és ott lesz, tehát ez egy helyi nevezetesség, hogy ez így nagyon jönnek, ez olyan, mint a Chevy Chase-es filmben a Griswoldos ház körülbelül. Na ugye megnézem közelebbről. Jó, ezt nézzétek. Hát nem tudom, akkor várok majd még közelebbről is, mert ha szerencsém van, akkor be is tudok menni. Nem semmi. Hát, ez tényleg 25 ezer importol a szégő. Nem semmi. Ezt nézzétek. Na de mindjárt csinálok majd fényképet is. Ez nem semmi. És hát ott még ott mentek is be, tehát szerintem, és nyitva is van a kapu, hát meg tudom bemenni. Hát akkor most sikerült az összes kutyát föllármázni ezzel, hogy a kerítéseket fényképezővel fotóztam. Menjünk be is. És lássuk, többen is mennek be, tehát szerintem be lehet ide, vagy lehet, hogy pont jó kerítés, vagy nyíltat van, hogy be lehet menni, és hát még be fogok most. Megnézem belülről is. Ez egy bicikli. Semmi. Semmi. Azt a mindenit. Hogy ez mennyi áram a zabálhat. Amikor úgy látom ledesek, mint lehet, hogy annyira talán nem is. Semmi, és még zene is van. Nem semmi. Nem semmi. Semmi, ott van még egy bicikli. Nincs is ilyen. A I'm not feeling, baby, I feel right. What about you?
meg is fogom a kezét. Nézd meg, oda néz, a papa megfogja a Mikulás kezét. Akkor ez ennyi lett volna, sikerült megnézni rendesen ezt a kivilágított házat, és egyébként igen, azt én megtudtam, hogy nából ez vízkeresztig, ez így lesz, és minden délután így, hát ilyen 16 órától kapcsolják fel, és akkor így hát be lehet jönni megnézni. Ugye van a zsíros kenyér is volt, többi, ugye becsületkasszával működik a dolog, hát ilyen nyilván azért dobtam bele én is azért, de azt is megtudtam, hogy igazából hogy az izzók ledesek, tehát mondjuk azért akkor a villanyszámlát nem csinál, de hát azért nyilván azért ez is fogyaszt áramot, pláne ennyi, de nem, és hát nem, hát ilyet is ritkán lát az ember, pláne élőben, végülis megérte megnézni, de most már megyek vissza az állomásra, mert még körülbelül 40 perces indul a vonat, addig meg olyan nagyjából kényelmes tempóval vissza is lehet sétálni. Hát jó sötét van, mindegy, úgyhogy ez egy ilyen kis gyors videó lett volna, nyilván köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!